Na csácsúmi csörtészt a csokoládé, szavaztok gyerekek, üdv a csatin, hát nem véletlen egyébként a clickbaites cím, mert igazából a Dabas óta ekkora volumenű sorozat szerintem nem volt a csatornán. Nagyon sokat gondolkoztam rajta, hogy mit lehetne kezdeni ezzel a játékkal, mert egyébként nagyon sok potenciál van benne, és arra jutottam, hogy mi lenne akkor, hogyha csinálnánk ebből egy RP sorozatot, amelyikről mindjárt beszélek, maradj itt, szerintem érdekelni fog még akkor is, hogy a Seven Days to Die-t nem szereted, mint játékot. Igazából ebbe a játékba szeretnék átültetni egy Walking Dead-szerű rendes sorozatot, tehát nem gameplay sorozatot, hanem konkrétan olyan lenne, mint a Dabas részek, hogy mindig történik valami érdekesség, viszont ez nem big játék jellegű lenne, hanem inkább dráma. Aki ismeri a Walking Dead-et, az tudja, hogy igazából az a sorozat az nem volt igazából egy zombi sorozat, hanem igazából egy karakter központú dráma volt, ami egy ilyen posztapokaliptikus világba volt beleültetve, és arra gondoltam, hogy miért ne lehetne Seven Days to Die-ba megvalósítani. Ezeket a részeket úgy kell majd elképzelni, hogy összefüggő, folyamatos storyline lesz, mindig minden karakter között lesz interakció, és ezeknek köszönhetően konfliktus. Minden karakternek egyébként minden köszönöm meg Nellinek, ő gyakorlatilag a karakterekért és a karakterek személyiségéért és a karakterek interakciójáért felelős designer és író, gyakorlatilag ő fogja megírni az olyan szövegeket, mint a belső narrációk és ilyenek. Rettenet, annyira jó írói vénája van, hogy azt el nem tudjátok képzelni. Nagyon jó, nagyon jó. Olyan drámákat talál ki, hogy le a kalappal. Az alapkoncepció az úgy fog kinézni, hogy innen fog indulni a történet, ettől a háztól. Most itt még vannak zombik, de igen, hát várjatok. Annak ellenére, hogy ez egy, mondjuk úgy, hogy idézőjeles scriptelt sorozat lesz, ugye? Az alapkoncepció megvan, de maga a túlélés az egy spontán dolog fog lenni. Viszont nem nagyon illene bele a sorozatba, egy ilyen Walking Dead-szerű sorozatba. A sorozatot most úgy értsétek, hogy filmsorozat. Egy ilyen filmsorozatba nem illene bele az, hogy mondjuk kapásból katonai bázisokat építünk, vagy ilyesmi. Nem illik bele az, hogy mi játékosok vagyunk, és ezért mindenképpen szerepet fogunk játszani, viszont nagyon-nagyon-nagyon a spontán lesz a túlélés része. Úgy fog indulni az alapkoncepció, az a történet, hogy egyetemista fiatalok eljöttek az arizonai sivatagba, egyik ismerősük odaadta nekik a házát, a tédvégi házát, és itt buliznak. Még nem biztos, hogy a helyszín pontosan így néz ki, nem biztos, hogy minden így lesz, és az a lényeg, hogy itt buliznak, egy hetet eltöltenek, és egyik nap, amikor egyik reggel, amikor kóbásan felébrednek, akkor mit látnak? Hogy egy hatalmas nukleáris gomba felhő emelkedik fel a távolba, ami eléggé, hát nem túl bizalomgerjesztő. Valahol ledobták az atombombát, nem tudják, hogy miért, nem tudják, hogy mi történt a világban, egy hete itt vannak, és igazából a központi szereplője a karaktereken kívül ez a busz lesz. Ez a busz lesz a központi szereplője az egész történetnek, e körül fog zajlódni az események. A gépfegyvert azt most tekintsétek el, gyakorlatilag ezzel jöttek ide ki, és ezzel fognak tovább túlélni. Úgy kell elképzelni, ugye, hogy majd valahogy úgy alakítjuk a történetet, hogy tényleg minden karakternek, minden játékosnak meg lesz a karaktere, amivel gyakorlatilag úgy kell játszani, úgy kell viselkednie. Mondjuk lesz a hisztérikus egyetemista lány, aki igazából rettenetesen fél, de viszont a szüleihez szeretne elmenni a nagyvárosba. Lesz mondjuk a macsó csávó, aki nagyon realisztikusan gondolkodik, lesz mondjuk egy ilyen influencer, aki a content reményében gyakorlatilag belemegy minden veszélyes helyzetbe és rögzít mindent kamerán. Mit akartam még ezzel kapcsolatban mondani? Igen, és minden egyének megvan lesz a motivációja, lesznek olyan fordulatok, amik későbbi részekben fognak kiderülni.
Egyébként egy ilyen heti egy részt tervezek, mert nagyon szépen okosan meg akarom vágni, lesznek belső narrációs részek, és akkor megpróbálom így prezentálni, hogy miről fog szólni a sorozat most, jó? Mert igazából később már nem fog erről szólni, szóval nem akarok kiesni a szerepből, nem lesz ilyen szerepből kikacsintás. Na szóval a busz lesz a gyakorlatilag a központi tényező, ezzel fogunk ugye haladni. Ez a busz 4 személyes, ez egy mod, rettenetesen jó. Nagyon sokat gondolkoztam, hogy lehetne ezt megoldani, hogy ez egy ilyen koherens sorozat legyen, hogy azért utazgassunk, és hogy ne biciklivel menjünk. Ez a busz egy rohadt jó. 4 személyes, és nagyon-nagyon-nagyon jól meg van csinálva. Mindjárt megmutatom, nagyon jó fizikával rendelkezik, nagyon érdekes az felépítése, mivel ezt lehet modolni, ezt a busz. Rengeteg mod van hozzá, ugye alapban csak egy ilyen busz. Nincs semmi extra, egyébként amit megmutatnék, hogy ugye van neki storage-e, ugye mint rendes busznak, van neki, ugye fel lehet tankolni, fel lehet nyitni a motorháztetőt, és rengeteg módot lehet belerakni, ugye meg lehet javítani, mindenféle dolog működik vele kapcsolatban. A modokkal kapcsolatban azt nagyon szeretném elmondani, mert igazából ezek se lesznek a sorozatban már így említve, hogy modok, hanem ugye, hogy mondjuk fejlesztjük a buszt. Amik ilyen nagyon feltűnőek, például van hozzá armor, be tudod rakni az armor, és akkor máshogy néz ki a busz, tök jó. Egyébként van hozzá 3 minőségű armor, szóval tudsz hozzá rakni különböző minőségűeket, látjátok, van zöld belőle, van kék, és van belőle peros színű, heavy, ugye, van ilyen medium, meg van light verzió, amivel ugye fel tudod a boost, például itt még az üvegen nincs, ugye, és akkor egyre erősebbé tudjuk tenni majd a boost a sorozat előre haladtával. Ez szerintem egy nagyon jó dolog például, ugye heavy armor felrakod rá, akkor meg már ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó. Tudsz belerakni workbench-et, tudsz belerakni forge-ot, tudsz belerakni chemical station, betonkeverőt, campfire-t. Ugye, hogyha campfire-t raksz bele, akkor el tudod érni, most rakok bele egy campfire-t, hogy megmutassam. Tudod növelni a storage-ét, azt is különböző mértékbe, egyre komolyabb dolgokkal, tudsz belerakni bedroll, tudsz belerakni plusz üzemanyagot, most rakok bele néhány dolgot csak azért, hogy meg akarom mutatni nektek, hogy mennyivel módosulnak akkor a kinézetek, és szerintem ezek így borzalmasan tök jól meg vannak csinálva. Például, hogyha meg van bele klímakontroll, ugye kondicionáló, lehet bele, egy csomó mindent lehet rakni bele. Úgyhogy ez tök jó, és most nagyon gyorsan megmutatom, hogy hogy amiket így felszerezt, most néhány dolgot raktam fel, például plusz storage-t, plusz üzemanyagtartályt, és ezek így fölkerülnek a busznak a tetejére, amik szerintem bőszben jól néznek ki, és nagyon érdekessé teszik az egészet. És nem tudom, az a baj, ja várjál, nem azt akartam, hanem rakjunk bele még mondjuk rakjunk rá a crafting station-t, így mindent is bele suvasztunk, és akkor egyre komolyabb dolgok kerülnek a buszra. De a kraftolás az alapvetően lehet, hogy később lesz, egyelőre nem fog lenni. Megpróbálunk realisztikusan csinálni a dolgokat, milyen nagyon durva weaponök nem lesznek a játékban legelőször, ugye a játékosoknál mondjuk minden egyénél lesz esetleg egy milli weapon, vagy esetleg egy pisztoly lesz mondjuk elrejtve a valahol itt a házba, ugye ez a ház az miénk, ugye innen indulunk. És akkor azt a pisztolyt azt elhozzuk, hogy fölkészüljünk akármi rosszra, mondjuk lesz valakinek egy kés, vagy egy baseball ütő ugye általában szokott lenni, mert baseballoznak az emberek. Szóval, akkor most csak azért, hogy megmutassam, rakunk rá egy, melyik a heavy, medium, hova raktam a heavy-t, hogy rakjunk rá egy mediumot, rakunk rá armort. És akkor úgy kell elképzelni a sorozatot, bomba felhő mondjuk ott megjelenik az égen, mindenki nézi, látjuk ugye, hogy nagy probléma van, el kellene indulni valami lakott terület fele, mert meg kellene tudnunk, ugye amikor majd utazunk, akkor látható lesz itt a 4 ember, tudunk kommunikálni, beszélgetni, ugye, és akkor így fog ez zajlani. A busz egyébként rohadt jól irányítható, most szem van modolva, nem így fogunk elindulni nyilván, hanem először még ilyen default
cuccon, és akkor elindulunk, bezárjuk a házat, és akkor menjünk. Jussunk el valahova, körül kellene nézni, hát hogyha találunk valami civilizációt, mert azért jó lenne megtudni, hogy mi az, ami történik. És akkor ugye szépen közlekedünk, egyébként a járműnek mindig változik, attól függően mennyire van armorral, mennyi armor van rajt. Jó, most tekintsük el attól a zombit. Attól függően kiderül, vagy attól függően változik ugye a karakterisztikája. Nagyon jó megvan csinálva egyébként ez a busz. És akkor ezzel fogunk utazni, ugye minden egy embernek meg lesz a mondjuk itt egy időjárás állomás, ugye mondjuk kommunikációban beszélgetünk, hogy itt egy időjárás állomás, meg kéne nézni, hát ha van itt valaki, és akkor megtudjuk, hogy tudunk vele kommunikálni, lehet, hogy van itt telefon is, meg minden, és akkor megállunk, és akkor aló, jó napot! Aló, értitek, kiabálás, minden, történnek az események, mondjuk fegyver akkor még esetleg nem is lesz nálunk, és akkor hát ez olyan elhagyatottnak tűnik. És akkor bemegyünk, tudjátok, hogy hát itt mi történt. És akkor én nem megyek be, kopogjál, vagy nem tudom, hát nem tudok kopogni, értetek, történnek majd a párbeszédek, és akkor bemegyünk, mondjuk, aha, jó, itt. Jó napot, haló, és akkor Jézus Úristen, és akkor nem tudom, pánik, tudjátok, hát embert nem nagyon akar ölni az ember, ezért nem tudom, inkább elmenekül. Ez az ember meg van őrülve, nem tudom, mi baja van, és akkor kommunikáció folyamatosan, pánikol mondjuk a csaj, akkor jön a macsó csávó, hogy mondjuk lépjen hátra, értitek ezek? Most ez nem egy konkrét szituáció, hanem hasonlóan fog fölépülni. És a végén akkor mondjuk elmenekülünk, nem is biztos, hogy harcba fogunk szállni a legelső zombival, vagy esetleg akkor álljatok félre, aztán mondjuk egy baseball ütővel leütjük. Úristen, megsebesült, meg kell, ápolni kell az egyik karaktert, akkor is az is így fog zajlani, ugye? És később, ugye mivel gyakorlatilag nem fogom tudni, és nem is nagyon akarok elmenni ezen a mapon már tovább, mert még egy kicsit megyünk, jó? És akkor mondjuk, jó, menjünk tovább, itt nem tudom ezen az emberrel mi volt, történnének ugye a különböző veszekedések akár, én nem akarok tovább menni, menjünk vissza a házhoz, nekem nagyon furcsa, ez úgy nézett ki ez az ember, mint egy fertőzött, ki tudja mi történt, tovább kellene mennünk, mert ki kellene derítenünk, hogy mi történt, mert ez így nem lesz jó, és akkor mondjuk elindulunk tovább, és akkor közben ugye felfokozódott a hangulat, akkor kis csaj felveti mondjuk, hogy szeretne a szüleihez eljutni, mert ők talán tudnának segíteni, de hát az nagyon messze van a valamelyik városba, és akkor mondjuk nem tudom, odaérünk valahova, ami nem tudom egyébként, hogy mi. Ó, ott is egy ugye itt már lehetnek azok a dolgok, hogy ez mi egyébként? Ez egy katonai bázis? Itt egy katonai bázis, talán beengednek minket. Kiabáljatok. És akkor ugye, mit tudom, itt az lenne, hogy haló, jó napot, ne menj be, mert lehet, hogy lelőrek meg, akármicsoda, esetleg tovább megyünk. És akkor ugye így jönnének a szituációk, ugye lenne egy alapkaja mennyiség, ami nálunk van, és akkor abból gazdálkodnánk, de később nyilván, most nagyon magasra van állítva a zombik száma egyébként, de ez majd változtatok rajt, ugye, igen, és akkor kaja mennyiségünk az csökken, akkor ugye rá fogunk jönni egy idő után valószínűleg, hogy itt azért elég sok az ilyen fertőzött, és akkor egyre jobban rácsodálkozunk a dolgokra, rendőrzombival találkozunk, akkor először próbáljuk segítséget kérni, az kiderül, hogy hát ez úgy nem annyira jó ötlet, mert azok is fertőzöttek, próbálunk eljutni máshova, mondjuk megkeresni a hölgynek, a csajnak a szüleit, akkor be kell mennünk mondjuk egy kórházba, mert gyógyszert kell szereznünk, úgyhogy ez így fog működni. A kajálások is akkor úgy lesznek, hogy ezek valósághűen mondjuk, hogyha nem az van, hogy gyorsan tábortűzött, valaki lerakaszt sütkaját, hanem akkor tényleg úgy lesz, hogy mondjuk a nap végén letáborozás, éjszaka azért nem annyira mozgó, mondjuk
esetleg felállítunk egy alap kis barikádokat, hogy megvédjük magunkat, csinál valaki egy tábortüzet, gyűjtünk követ, és akkor ott megsütögetjük a kaját. Hogyha találunk mondjuk cooking potot, akkor azt ugye elrakjuk, ilyen dolgokat, amik használhatóak, azok nyilván, hogyha bemegyünk mondjuk majd később esetleg egy olyan helyre, ahol találunk a fegyvert, akkor jaj, de jó, találtunk egy fegyvert, talán jobban fogunk a zombik ellen tudni fellépni. Nyilván mindig dráma lesz. Mindig lesznek összetűzések, ami egy ilyen helyzetben nyilvánvaló, és ebből kifolyólag is ugye lesznek klikkesedések a szereplők között, vagy esetleg akár bármilyen intrika. Úgy gondoltam, hogy, és itt ezt meg is ragadnám az alkalmat, hogy aki majd akar szerepelni, annak lesz lehetősége. Egyelőre három karakter fog kezdeni, én, Nelly és Viola Bence. Így fogunk kezdeni, de ez bővülni fog, csökkenni fog folyamatosan. Walking Dead-et, aki látta például, vagy ismeri az ilyen sorozat tematikáját, nagyon gyakran csatlakoznak szereplők, akár egy rész erejéig, akár kettő, vagy három, vagy öt rész erejéig. És ugye ez így nagyon érdekessé teszi, mert ő vele ugye megismerkedés, megtudni, hogy igazából mik a motivációjuk, lehet, hogy csak el kell vinni egy következő faluba, ahol meg akarja nézni, hogy ott... hogy ott valaki, mert tudom, az öreg apja még éle, oda bemegyünk a házba, látjuk, hogy nem, akkor vigyük el máshova, vagy akár lehet rossz indulatú, lehetnek. Ugye folyamatosan a forgatókönyv lesz írva, és így folyamatosan változni fog a dolog az ez a rendszer. Ez a központi hát momentum, vagyis nem momentum, hanem szereplője tényleg ez a busz lesz, ugye ebben a buszba fogunk próbálni túlélni. De viszont úgy gondolta, és akkor amikor bemegyünk valahova, akkor is ugye úgy lesz, hogy először félve, zombiktól félve, mondjuk az erősebb karakterek, mondjuk a idézőjeles erősebb karakterek, ugye mondjuk a lány az nem nagyon szeret először mondjuk fegyvert se fogni, inkább a férfiak mondjuk baseball ütővel agyon verik a zombikat, ugye, amikor már rájönnek, hogy ezek zombik, és nem maj, hogyha megölik őket. Morálisan ez nem sújtja őket, bár lehet, hogy lesznek dilemmák ezzel kapcsolatban, hogy mégiscsak embert öltek. És ugye akkor úgy lesz, hogy hát akkor már nézzük meg a házba, hogy vannak-e olyan dolgok, amiket tudnánk elvinni a busszal, és tudnánk használni. Keressetek kaját, mert fogyóban van, rengeteg rétege lehet ennek az egésznek. És mivel, amit elmondtam, srácok, hogy nem, teljesen random generált map, nem fogjuk tudni, hogy merre megyünk, így, annak ellenére, hogy ez egy ilyen RP sorozat, filmsorozat jellegű lesz, ennek ellenére a randomitás faktor az nagyon is, látjátok egyébként, szará van, erre jó lassan megy, a randomitás faktor az nagyon... része lesz ennek a sorozatnak, mivel ja, itt ki lehet találni, ugye, hogy menjünk fel ott hegyre, hát, hogyha látunk valamit, hogy esetleg mi történt, és akkor ott is ugye összetűzésbe kerülünk, de most nem akarok elmenni a háztól messze, mert onnan fogunk indulni, és nem akarom, hogy ezt a katonai bázis lehet, hogy skippeljük is az elején, mert hát mégse kellene egy katonai bázisba, nem jön ki semmi, ki ugye kiabálunk, betörni azért nem, egy normál, mindig úgy fogunk gondolkozni, mint egy normális ember, mármint egy normál ember. Nem úgy fogunk gondolkozni, hogy mi a Seven Days to Die-ba át leszünk, hanem próbálunk úgy, hogy mit tenne egy valóságban egy ember, nem tör be egy katonai bázisra nyilván. Még akkor se, ha ledobták az atomot, de lehet, hogy főleg akkor nem, mert akármi történhet, akármilyen összetűzésbe kerülhet valakivel, lelövik a francba. Nyilván te se törné be egy katonai bázisra, annak ellenére se, hogyha mondjuk látod, hogy atombombát dobtak le. Úgyhogy igen, ez valami ilyesmire, ilyesmiben gondolkozok, vagy gondolkozunk. Holnap fölvesszük már a legelső részt, úgyhogy jövő héten ki fog kerülni. Tényleg nem valószínű, hogy egy részt szeretnénk vállalni, lehet, hogy több részt nyitva veszünk fel, de szeretném nagyon szépen megvágni. Szeretném cinematikusra vágni, szeretném, hogyha izgalmak lennének, úgyhogy hasonló lesz, mint a dobos, de viszont ennek nem vígjáték jellegű lesz, a dobos az inkább ilyen vígjáték jellegű volt, ugye mindig volt benne egy ilyen geg. Itt a dráma lesz.
valószínűleg a dráma lesz a fő dolog, nyilván lesznek nevetések. Egyébként karakterfejlődést nyilván szeretnénk, mivel mármint olyan szintű karakterfejlődést, hogy mondjuk a karakterek először ugye, hogy nem mernek nagyon szembeszállni a zombikkal, nem akarják megölni őket, mert mégiscsak emberek, de ugye mondjuk az X rész után már annyira megegyződtek lelkileg is, nem csak testileg, hanem lelkileg is ugye, hogy úgy baseball ütőt pörgedve mennek már be egy házba, hogy szerezzenek maguknak kaját, hogy túléljenek ebbe a világba. Úgyhogy tényleg egy olyan karakterfejlődés lehet ebben majd valószínűleg felelni, hogy egyre macsóbbak lesznek, a karakterek egyre jobban bírják a dolgot, meg esetleg később lesz az, hogy rájönnek, hogy le kellene telepedni, akkor rájönnek, hogy mégse volt jó ötlet letelepedni, úgyhogy ez egy ilyen nagyon hosszú sorozat, gyakorlatilag bármit bele lehet írni, hát tudjátok, Walking Dead ment, mit tudom, 6 évad vagy 7 évad, nem tudom hány évadon keresztül. Úgyhogy lehet ebbe progresszt rakni rendesen. Ugye a karakterek nyilván fejlődni fognak, skillpontokat oszthatnak el, ami nem úgy lesz megoldva, hogy skillpontot osztunk el, hanem akkor úgy lesz megoldva, hogy jaj, én egy kicsit már jobban forgatom mondjuk a kést, akkor inkább akkor én nagyon szeretek kést használni, akkor kést használ valamelyik karakter. Mit akartam még ezzel kapcsolatban mondani? A magazinoknak is ugye, könyveknek is lesz értelme mondjuk akkor azokat. Szereted az én karakterem mondjuk szeretni fogja mondjuk a lőfegyvereket, akkor én találtam neked egy ilyen újságot, ezt a Guns and, mit tudom én mi, Ammo-t, odaadom neked, aztán vagy este elolvasod, és akkor tényleg akkor az este a tábor tűznél, ugye, amikor már csak annak a fénye lopog, mondjuk itt egy ilyen vadonba, akkor elolvasni a könyveket, és akkor abból is ugye információt szerzel, tanulsz. A részek végén arra azt terveztük, hogy egy ilyen belső narrációval még jobban tudjuk kiélesíteni, kisarkosítani, hogy ki, melyik karakter mit gondol. Hogy a tábor tűznél egy ilyen szinematikus, mondjuk körbeforgó kamerával a karakter körül néhány sorba elmondja, hogy mi zajlott, milyen tanulságokat vont le, egy ilyen kicsit ilyen szomszédos jelleggel, tudjátok, hogy nagyon mondjuk a másik karakterekről beszél, hogy neki nagyon furcsa az, hogy ő így viselkedik, ő nagyon furcsa, hogy úgy viselkedik, kicsi aggályai vannak, meg hogy ma mondjuk találkoztunk olyan zombival, ami minthogyha valami fertőzés lenne, hogy zöld massza, ami valószínűleg rádióaktivitásra utal, és lehet, hogy ők mondjuk onnan érkeztek, ahol felrobbantották az atombombát. Meg ugye a játéknak magának van egy lore-ja, amire gyakorlatilag a játékosok nem figyelnek, mivel annyira próbálnak ilyen nagyon progresszív gameplay-t csinálni, hogy berohannak egy házba, fölút, csináljuk, küldetés, tudjátok, mindig megy ez. És ennek emiatt ugye gyakorlatilag teljesen elsiklasz minden fölött, mert igazából minden egyes épületnek van egy olyan története, hogy éppen igazából mi történt ott, amikor zombi apokalipszis volt, ugye elbarikádozott valamelyik épület, látni, hogy ott próbáltak túlélni, és erről is ugye lehet beszélni, erről is lehet, rá lehet csodálkozni, csak már amikor Seven Days to Die-t játszik valaki normálisan, ugye normál állapotban, akkor nem csodálkozol rá, mert nem érdekel. Pedig ezek nagyon sok rejtett információ és érdekesség van. Például tudjátok, van az a, hogyha esetleg megtalálnánk azt a silót, ahonnan ugye atomrakéta van benne, tudjátok, van egy olyan, és van egy hiányzó atomrakéta, és nyitott a siló teteje, akkor ugye rá lehet csodálkozni, hogy úristen, hát innen lőtték ki azt az atomrakétát, és valószínűleg meg akarták akadályozni a fertőzés tovább terjedését, szóval mindent bele lehet vinni. Ezek nem spoilerek, most lehet, hogy valaki azt mondja, hogy ezek spoilerek, nem, ezek csak ilyen útmutatások, mivel a maga a gameplay az teljesen spontán lesz. Tehát nem az lesz, hogy na, megállunk, és akkor felvétel, bemész hátul az ajtón, meg minden, nem így lesz, hanem a karakter sémákhoz, a karakter személyiségéhez hülyen reagál mindenki egy bizonyos eseményre. És természetesen a fejlődés ütemébe, tehát mondjuk nem fog pánikolni már a 10 akár negyedik résznél, úgy az ember, mint az elején,
próbálunk, én erre gondoltam, hogy ezt egy ilyet meg lehetne valósítani. A craft rendszert kihasználni, ki fogjuk használni, mondjuk, hogyha nincsen már lőszerünk, akkor mondjuk gyűjtünk tollakat, és akkor valaki fabrikál magára kiíjat, meg ilyenek, ezek nagyon tök jól mehetnek, de azért az olyan föltől elrugaszkodott kraftolási dolgok, mint hogy mi most atombunkert csinálunk a harmadik napon, betont öntünk, meg mindent csinálunk, az nem lesz. Hogyha esetleg bázis kialakítási lesz, akkor is esetleg beköltözünk egy házba, megerősítjük, vagy pedig az autón köré valami palánkos megoldáson próbálunk valami védelmet alakítani, amilyen a valóságban is lenne, tehát te se fogsz a sivatag közepén atombunkert építeni, főleg nem egyedül, vagy nem hárman, értitek, ezek megaprojektek, amiket kivitelező cégek csinálnak éveken keresztül, ezeknek nem lenne teljesen elveszíteni a realitás, nem a játék, hanem az a, én filmsorozatnak szeretném nevezni, ez a sorozat, gyerekek, értitek? Úgyhogy, igen, nem gyűjtjük homokot, nem gyűjtjük az ilyen klét, meg ilyen hülyeségeket már nem kell, esetleg, hogyha később kitaláljuk, hogy mit tudom én, nem tudom, de nem kell olvasztani, igazából lutolásból tök meg lehet lenni ebbe a játékba, ugye ott is esetleg a küldetéseket nyilván lehetne csinálni, hogy betévedünk egy városba, és akkor ott van egy túlélő, aki ad nekünk küldetést, azt is a narrációba bele lehet szőri. Ja, így gondolom, nagyon nem akarok már többet erről beszélni, innen indulunk, ide raktam benne egy modot, amelyik segítségünkre lesz. Egy dolgot még akarok, egy ilyen klot modot, azt még nem raktam be, ami ugye minden karakternek egy, nem armorokba leszünk először nyilván, hanem mondjuk t-shirtbe, meg rövid gatyába, értitek, ahogy egy nyaralni mennek a fiatalok, meg lehet, hogy itt egy kicsit berendezzük a terepet, hogy legyenek itt mondjuk sátrak, meg napernyő, meg minden, hogy azért valamennyire ilyen autentikusabb legyen. Lehet, hogy egyébként nem is arra fogunk elindulni, hanem mondjuk másik irányba, mert másik irányba is vezet az út, és akkor ott megyünk végig azért, hogy ne is tudjuk, hogy mondjuk ott van egy ház, vagy van ott egy ilyen állomás. Úgyhogy teljesen spontán legyen. Na, ennyi gyerekek, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, írjatok nyugodtan tippeket, ötleteket, hogy ez hogy lenne, megoldható, szerintem egyébként ez egy borzalmasan tök jó dolog, ha ki lehet ebből hozni akár mit igazából, hogy egy ilyen csapat, egy ilyen iskolás, vagy egy ilyen középsúlis csapat így próbál túlélni, ami nem is biztos, hogy középsúlis lesz mindenki, lehet, hogy a karaktereket majd úgy osztjuk el, hogy mondjuk le van benne kettő főiskolás, valakik ugye, akik fognak csatlakozni, azok nyilván lehet akár egy öreg, idős ember is, lehet akár még egy gyerek is, bármi lehet, ugye bármi történhet. Így gondoltuk, hogyha valaki megbetegszik, akkor próbálunk neki gyógyszert szerezni, nem az van, hogy na, akkor most akkor futás, akkor ütjük ezeket az izéket, mert ebből jön a méz. Nem, ez nem úgy működik, nem fogunk tudni, nem ismerjük a világot, úgy kell ezt elképzelni, úgy kell gondolkozni, úgy fogunk rájönni mindenre esetleg, amire meg nem azzal a nem jövünk rá, ez nem úgy működik, hogy na most eltölted a lábot, akkor gyorsan futás, akkor vágunk ezt, duct tape, hanem az is a szerepbe maradva, próbáljuk meggyógyítani az illető lábad, vagy hogyha biceg, akkor addig ő ott marad a kocsinál, törött lábbal lemozog. Arra is gondoltam, hogyha találunk egy zseblámpát, akkor ugye egyik ember világít, a másik az próbál zombitölni, úgyhogy ilyenekbe gondolkodik a képer. Egyébként milyen jó kis bázis ajtó lenne itt, mi? De nem lesz. De, ja, igen, ilyenekbe gondolkozok. Nagyon szépen köszi a figyelmet, hát remélem, hogy tetszik tényleg. Írjatok, hogy egyébként nyilván az inventory az nem ilyen lesz, mindenkinek valószínűleg a kocsiba akkor konzervek lesznek, lesz víz, meg lesz rengeteg sör, mert ugye buli van. Aztán onnan meg le lesz csupaszítva, default lesz a Verda, később esetleg, hogyha találunk, mert elvileg lehet találni ilyen modokat, azt sem úgy fogjuk implementálni, hogy na, találtam egy modot, arra futok az autóhoz, felintegrálom, hanem akkor mondjuk éjszaka nekiáll szerepébe az egyik ember, és akkor a vaslemezeket szerel az autó. Úgyhogy ez valahogy így kell elképzelni. Na gyerekek, köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok, és akkor
hogy jövő héten érkezik a legelső rész, ha minden simán megy, mivel holnap már vesszük fel. Sziasztok!